szerezzünk hát karjába egy szép szál virágot, olyat, amelyet a világ még nem látott. Gyuri, gyerekek, ez nem a csilla! Tévedés volt! Tehát mit mondtak? Téved emberi dolog, igaz? Hol a féle? Gyere, légy szíves! Nem, 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 ez az a kislány, akit eljegyeztél? Igen. Hátul hallottátok? Igen. Nem. Igen. Ez az a kislány, akinek örök hűséget esküdtél? Igen. Nem, majd most fogsz ott az asztalnál. Sem gondoltátok volna, hogy 2019. októberében megváltozik az életetek, és elkezdődik valami, ami idővel egyre mélyebb és erősebb szerelemmé alakul. Az első beszélgetés egy társkereső oldalon történt, amit jó pár hét elteltével követett is az első, mondhatnánk úgy, hogy rendhagyó randevú. Érdekes első randi volt, mivel Csilla befogta Lacit a költözködésbe. Úgy gondolta, hogy jól jön egy erős férfi kéz, és ezzel nem is nagyon tudunk vitatkozni. Az első randi alkalmával pedig félig meg is ejtették a szülői bemutatkozást is, hiszen beugrottak Csilla szüleihez, de csak anyukája volt otthon, aki a segítségért cserébe megkínálta Lacit egy kis házi pálinkával. Laci nem igazán tudta eldönteni. Thank you.
Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttek erre a csodás napra. Aztán nem is minden tovább a szót. Együnk, ígyunk és érezzük jól magunkat. És jó étel! Ó, de jó lett ez e fény felül, között vinni nem.
a világ, de van közepe. Az én rózsám fekete szeme. Nagy a világ, de van közepe. Az én rózsám fekete szeme. Ez a világ semmire se jó, ha nincs kislány, én nekem való. Nagy a világ, de van közepe. Az én rózsám fekete szeme. Oh,